védekezés, oktatási és közintézményekbe kerülnek készfertőtlenítő berendezések Pakson, lakásgazdálkodás módosul a helyi lakásrendelet a városban, döntések energiatakarékossági pályázatról is határozott a Városépítő Bizottság. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! Védelem a kórokozók ellen, oktatási és közintézményekbe kerülnek készfertőtlenítő berendezések, az automatikus adagolókat a napokban helyezik ki Pakson. A város, valamint a gyógyászati központ vezetése ezen kívül kiemelt figyelmet fordít a tájékoztatásra. Mint ismert, tavaly decemberben a kínai Wuhanból indult el a koronavírus járvány, amely már Magyarországot is elérte. Két külföldi, hazánkban tanuló diák érintett a fertőzésben. A megelőzésben különös szerepe van a rendszeres kézmosásnak és fertőtlenítésnek. Erről beszélt csütörtöki sajtótájékoztatóján Szabó Péter polgármester és dr. Bodnár Imre főigazgató. Részletek pénteken a híradóban. Módosítja a helyi lakásrendeletet márciusi ülésén a képviselőtestület a még átláthatóbb lakásgazdálkodás, illetve a bérlakás kezeléshez kötődő szabályok szigorúbb betartatása érdekében. Szabó Péter polgármester és Szántó Zoltán alpolgármester a Közéleti magazinban tájékoztattak a részletekről. 2015-ben alkotta meg a lakások és helyiségek bérletéről szóló helyi rendeletet a képviselőtestület. A szabályzatot 2018-ban már kisebb mértékben módosították, az újabb változtatásokról márciusi ülésén tárgyal a grémium. Összefoglalva, a 2018-as rendeletmódosítást sokkal magasabb is lett a megüresedő és kiadható lakások száma. Ennek köszönhetően ugye több embernek tudtuk biztosítani a hozzáférést ezekhez a lakásokhoz, hiszen azt is tudni kell, hogy nem csak most, de már 2018-ban és azelőtt is nagyon sokan vártak arra, hogy ezekbe a lakásokba bekerüljenek, vagy előtakarékossági eljárás során, vagy szociális helyzet alapján, vagy költség alapon juthassanak ezekhez a lakásokhoz. A méltányolható élethelyzeteken sokkal hatékonyabban tudunk segíteni, a problémákat hatékonyabban és könnyebben tudjuk megoldani, míg másrészt a szankciók tekintetében szigorodás várható, hiszen az nagyon fontos, hogy itt a gyakorlatilag beállt bérlakás rendszer egy kicsit mozgásba tudjon lendülni, hogy minél több hátrányos helyzetben élőnek biztosítsunk lehetőséget arra, hogy önkormányzati bérlakáshoz jusson. A tervezett 6 csoportba sorolja a lakásokat, a korábbi 5 mellett bevezetnek egy úgynevezett vegyes kategóriát. Ebbe a csoportba tartozó lakásokat előtakarékosság és szociális helyzet alapján utalja ki az önkormányzat a Humánpolitikai Bizottság döntése alapján. A tervezet szerint megváltozik a lakások bérleti idejének meghatározása is. Jelenleg a szociális bérlakásokat 5 plusz 5 évre lehet bérelni, az előtakarékos bérlakásokat pedig 5 plusz 3 évre. Ezt egységesen 4 plusz 3 évre módosítjuk. Ami azt jelenti, hogy a bírálóbizottság véleménye alapján polgármester úr a lakót első körben 4 évre jelöli ki, a 4 éven belül évente köt a szolgáltató DC Dunacom szerződést a bérlővel. A negyedik évben a szerződés lejárta előtt a lakónak kell kérvényeznie a hosszabbítási igényt. A rendelet módosításakor pontosítják a bérlők kötelezettségeit, csak úgy, mint az önkormányzat bérbeadói, szolgáltatói feladataihoz kapcsolódó rendelkezéseket. A képviselőtestület a helyi szociális rendelet módosítását is tervezi az ülésen. Megváltozik egyebek mellett a szociálisan rászoruló családoknál a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok felhalmozódása esetén biztosítható támogatási forma. Az önkormányzat korábban a települési támogatás keretében nyújtotta ezt, most kivettük és hátralékkezelési támogatás néven nevesítettük ezt a támogatási formát. Nem csak a jelenleg ezekben a lakásokban élők érdekeit kell figyelembe vennünk, hanem globálisan kell tekintenünk a városban lakó, hasonlóan hátrányos helyzetben élőknek a helyzetét is, hogy ők is hozzá tudjanak jutni ezekhez a lehetőségekhez, ezekhez a lakásokhoz.
Március 11-én dönt a két helyi rendelet módosításáról a képviselőtestület. A változásokról tájékozódhatnak majd nézőink ezt követően a paks.hu önkormányzati oldalon, illetve az érintettek személyesen is tájékoztatást kapnak a módosításokról. Közéleti magazinunkat teljes terjedelmében visszanézhetik a telepaks.hu oldalon. Idén is pályázhatnak a lakóközösségek az iparosított, valamint a hagyományos technológiával épült házak felújítására, a keretösszeg 75 millió forint. Erről is döntött szerdai ülésén Paks Városépítő Bizottsága. A grémium ezen felül tárgyalt többek között Paksváros önkormányzatának gazdasági programjáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet módosításáról. Érezhetően melegebb van a lakásban, mióta megcsinálták a szigetelést. Erkélyét mutatta Marsalkó Judit még 2018 áprilisában, akkor fejeződött be a Babics utcában a panelfelújítási program, amelyre korábban pályázott a lakóközösség. Az itt élők szerint már a munkák elején érezhető volt a szigetelés jótékony hatása. Leszigetelték a zajzatot, az már akkor észre lehetett venni, hogy melegebb van a lakásban, és mióta megcsinálták a külső szigetelést, azóta természetesen jobban érezhető az, hogy kellemesebb a klíma. Idén is pályázhatnak a lakóközösségek az iparosított, valamint a hagyományos technológiával épült házak felújítására. A keretösszeg 75 millió forint, erről szerdán a Városépítő Bizottság döntött. Takarékosság jegyében történt ez a pályázatkiírás, ez ablakcserére, szigetelésekre vonatkozik, és nem vonatkozik képészeti dolgokra. Tehát ezekre lehet a lakosságnak pályázni. Ha maradt pályázati pénz valamelyik részen, tehát vagy a hagyományos technológiával készült, vagy az iparival, akkor át lehet csoportosítani egyik pályázati összeget a másikra. Paksváros önkormányzatának gazdasági programjáról is döntés született a Városépítő Bizottság ülésén. A program a 2020 és 2026 közötti időszak terveit részletezi. A fő irányvonalak jelennek meg, az pedig részletesebben a tervezésben. Én nagy örömmel olvastam, nekem nagyon tetszett. Tág határok vannak, tehát ad lehetőséget arra, az élet változásait tudja nyomon követni, ahogyan alakul a gazdasági helyzetünk, ahogyan alakul a költségvetésünk, hozzá lehet igazítani. Tehát nem kőbevésett, de a fő irányelvek azok ott szerepelnek, nagyon részletesek, és úgy gondolom, hogy minden területre kitérnek. A 2019. évi költségvetés módosítása is napirenden szerepelt, a téma kapcsán Szabó Péter polgármester tartott tájékoztatót az ülésen. A Városépítő Bizottság mindezeken kívül elfogadta a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet módosítását, valamint kijelölt értékesítésre egy önkormányzati tulajdonú ingatlant. A most elfogadott témakörökről jövő héten a képviselőtestület dönt. A hulladékszolgáltató tájékoztatása szerint az önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján, valamint a közszolgáltató váltás miatt február 27-től a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Személyes ügyfélszolgálati irodája megszűnt Pakson. A szolgáltató által kiállított számlával vagy hátralékkezeléssel kapcsolatos információkról az NHKV ZRT elérhetőségein lehet érdeklődni. Szerződésmódosítással, hulladékszállítással kapcsolatos panasszal is elektronikus vagy postai úton, illetve telefonon vehetik fel a szolgáltatóval a kapcsolatot. Március 3-án töltötte be 90. életévét Kardos Józsefné, ez alkalomból köszöntötte Csámpai otthonában Szabó Péter Paks polgármestere. Mária néni népes családot tudhat magáénak, ezzel teljesült gyermekkori álma, 9 gyermeke, 22 unokája és 16 dédunokája született. Úgy gondolja, a legfontosabb az életben a szeretet. Nagy csokor virággal és a város ajándékával érkezett Csámpára Szabó Péter polgármester, dr. Hanon János, a kommunikációs csoport vezetője és a hozzájuk csatlakozó Fejé József település részi önkormányzati képviselő, hogy a március 3-án 90. életévébe lépő Kardos Józsefnét felköszöntsék. Köszöntöm Cuni nénit. Köszönöm. 90. születésnapja alkalmából Paksváros önkormányzata nevében. Egyébként pont egy humánbizottsági ülésről jövök, ahol a képviselők is ott voltak. Igen. És ők is jó kívánságaikat küldik, és
sok-sok egészséget kívánnak. Köszönöm szépen. Mária néni, vagy ahogy lakóhelyén mindenki ismeri, Cuni néni, Pakson született 1930-ban. Csámpára rövid budapesti kitérő után 1939-ben költöztek. Házasságot 1949-ben kötött férjével, aki a paksi konzervgyárból ment nyugdíjba. Mária néni rövid ideig a mezőgazdaságban dolgozott, majd sorban születő gyermekei mellett háztartásbeliként az otthoni teendőket látta el. Mint mondja, gyermekkori vágya teljesült azzal, hogy 9 gyermeket hozhatott világra. Nálam akkor kezdődött el minden, mikor gyerekeim elkezdtek megszületni. Akkor azok a szép volt, gyönyörű, mikor jöttek. Volt, amikor 2 évvel 2 született. Volt, amikor volt 3 év köztük, 5 év, Ági Máté között 5 év volt. De annál szebb nincs, a gyerekek fölnevelése, aztán ők segítettek nekem. Amikor később, de az a legszebb emlék. Mária néni 22 éve özvegy, és egyik fiát is elvesztette már. 22 unokája és 16 dédunokája rajongásig szereti őt. Gyermekei sosem hagyják magára, mindig van mellette valaki, aki a gondját viseli. Ahhoz képest, hogy egyébként mindig korán kelt, most szépen olyan 9 óra, fél 10, mire fölébred. Este szeret tévézni, általában éjfél, mire kikapcsoljuk a tévét. Szeret mesélni, nagyon szereti a régi dolgokról beszélni. A gyerekeknek rengeteg verset és mesét mond, tehát olyan, az ember nem is gondolná, hogy ilyen jó memóriája van, ez a hosszú távú memóriája. A közeli az egy kicsit most már romlik, de ez hát akkornak megfelelő. A mozgás már nehezen megy, Mária néni az utcában sétálgat, és a közeli hősi emlékművet is szívesen gondozgatja. A sorozatok mellett nézi a főzőműsorokat, a sportműsorokat, bevallottan régi Fradi Drucker. Mária néni 90 évének minden bölcsességével üzeni. A legfontosabb az életben a szeretet. A szeretet. A szeretet. Az összetartozás, az összetartás. És akkor minden megvan. Mikor nagy a szegénység, akkor is, akkor minden megvan. Minden megvan. Valaki akkor boldog, hogyha a család összetartó, és akkor minden megvan. Még ha nincs pénz, akkor is minden megvan. Ismét Pakson járt Böjte Csaba, a ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, előbb az energetikai szakgimnáziumban, valamint a Balogantal Katolikus Iskola diákjainak tartott zárt körű előadást, majd az ESZI-ben az alapítvány otthonaiban gondozott gyermekek rajzaiból rendezett kiállítást nyitotta meg. Erdélyi nevelő otthonokban élő gyermek rajz és eszé kiállítás apropóján érkezett ismét Paksra Böjte atya, ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. A rajzok és írások az energetikai szakgimnázium karácsonyi jótékonysági akciójának viszonzásaként érkeztek a különböző otthonokból, különböző osztályokból. A pályázat témái ezúttal Jézus születése és Jézus gyermekkora volt, de a pápa erdélyi látogatása témakörben is készültek alkotások. A műveket az eszi diákjai értékelték, és a 128 beadvány közül a legjobbaknak ítélt munkákat az intézmény aulájában kiállították. 17 év ezelőtt kezdtünk el járni Erdélybe, Böjte Csaba házaiba. Először csak 1-2-3 ház volt, ott Mikuláskor meg ajándékoztuk a gyerekeket. Aztán a 17 év alatt, amit ugye már közel 10 éve, vagy több mint 10 éve már veti ezt is diákok is, segítitek ezt a mi akciónkat gyűjtéssel, amit november végén ugye összegyűjtötök és Mikuláskor visszük ki. Tavaly már 80 helyen volt Csaba testvérnek háza, és oda vittük ki a 2500 Mikulás csomagot. Szeretném megköszönni a jóságotokat és a Gáborét is, mert igazából tudjátok, tavasszal milyen kicsi egy-egy mag, amit akár ti vagy nagymama elültet, egy saláta, egy retekmag, pici, töpörödött dolog, berakod a földbe, öntözött, áldott napfény átöleli, és milyen hamar nagy lesz. Valami ilyesmi történt általatok, ugye felfigyeltetek a gyerekek rajzaira,
Hát a tapsot kap, vagy díjat kap valaki, akkor még bátrabban rajzol. Nagyon bízok benne, hogy ennek a remek kezdeményezésnek, ahol most már 10 évre tekint vissza, lesz jövője itt az eszibe. Mi mindent megteszünk azért, hogy az idei évben és jövőre és azután is mindig összegyűjtsük az agyományokat, és helyt adjuk ennek a csodálatos kiállításnak, és várom mindenki szeretettel jövőre is itt az aulában. A kiállítás megnyitóra, amely rendhagyó módon egyben záró alkalom is volt, a belépő a felnőtteknek egy tábla, míg a gyerekeknek, nyugdíjasoknak egy szelet csoki volt, amit szintén eljuttatnak az erdélyi árváknak. Az alkotások már átkerültek a Jézus Szíve katolikus templomba, a pályaművek az épület oldalhajójában március 8-áig megtekinthetők. Nulla nullás döntetlent játszott a Paksi FC labdarúgó csapat a hazai pályán a Budapest Honvéd ellen a Magyar Kupa negyed döntőjének első mérkőzésén. A pár harc visszavágóját március 11-én szerdán Szegeden rendezik. A Paksi FC az MB3-as Pécs elleni kettős győzelemmel került a labdarúgó Magyar Kupa negyed döntőjébe, míg a Budapest Honvéd a másodosztályú haladást idegenben lőtt góljának köszönhetően búcsúztatta a sorozattól. Mindkét gárda tartalékosan lépett pályára a Fehérvári úti stadionban, érthető okokból, a felek ugyanis március 7-én szombaton az OTP Bank ligában is összecsapnak Pakson. A mérkőzést a vendégek kezdték nagyobb elánnal, ám a 9. percben Batik fejese elkerülte a zöld-fehérek kapuját. Nem sokkal később a PFC is veszélyeztetett, de Bor szabadrúgása Tuivelnek nem okozott gondot. Ezt követően mezőnyjáték és küzdelem zajlott a pályán, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélybe. Gól nélküli első félidő után a második 45 percben már élvezetesebb meccset láthattak a drukkerek, könyves pályára lépésével támadásban többet nyújtottak a hazaiak. A vezetés az a 72. percben állt a legközelebb a Paks, de Hán az ellenféltől kapott labdát nem tudta a Honvéd hálójába juttatni. A hajrá ismét eseménytelenül telt, így a döntés a párharc második összecsapására maradt. A végeredmény Paksi FC Budapest Honvéd 0-0. De összességében azt gondolom, hogy végül is nagyon stabil volt a csapat, nagyon védekezésben mindent meg tudtunk csinálni. Összességében maga a helyzete, hogy idegenben 0-0-ra tudunk menni, az egy jó jel, bár szerettünk volna egy gólt elérni. Mindkét csapat jól megszervezte a védekezését. Gyakorlatilag helyzet nélkül lement a mérkőzés. Hiányzott a játéksova Borsa mindkét csapat részéről. Ettől függetlenül, ha hányan eleményesebb, és észreveszi azt, hogy az ellenféltől kapta a labdát, akár mi is nyerhettük volna a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy a döntetlen állások közül legjobb született, hiszen kupamecsről lévén szó, ha idegenbe gólt rúgsz, tovább juthatsz. Csütörtök este változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, majd késő estétől erősen megnövekszik a felhőzet. Eső előfordulhat, a déli szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet plusz 3 fok körül alakul. Pénteken napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső várható. A délkeleti, majd az északira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 5, plusz 9 fok között alakul. Ez volt a híradó, köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!